Ezeket a felvételeket a Nyíregyházi Állatpark gondozói készítették közel 3 hónappal ezelőtt, amikor új nőstény érkezett a széles szájú orrszarvú csapatba. Naomi első napjait a kötelező karanténban töltötte, aztán kiengedték a hatalmas Afrika élővilágát bemutató kifutóba. Két nőstény társával és a velük együtt élő zebrákkal is hamar megbarátkozott és beilleszkedett. A természetben ezek az orrszarvú nőstények csoportosan, a hímek magányosan élnek. Ugyanezt biztosítják számukra zárt körülmények között is. A Földön 5 orrszarvú faj él, ezek közül a legnagyobb az afrikai széles szájú orrszarvú, egy hím akár 3 tonnás is lehet. Sajnos az összes orrszarvú fajra jellemző, hogy végveszélyben vannak, nem csak élőhelyük pusztítása miatt, de az orvadászok is folyamatosan fenik rá a fogukat az orrszarvuk miatt. Ezért különösen fontos, hogy az állatkertek ne csak bemutassák, hanem tenyészék is őket. Ennek a programnak a keretein belül érkezett Naomi is. Ő jelenleg 1,2 tonnát nyom, felnőtt korában akár a 2 tonnát is meghaladhatja majd. Ha pedig eléri az ivarérett kort, összeengedik körtel az állatpark hím széles szájú orrszarvújával. A hídon akkor megyünk át, ha odaértünk, ezt szoktuk mondani, tehát most az első lépésünk az az, hogy legyen egy sikeres párosodás, utána csupán 16 hónapot kell várnunk a kicsi megszületéséig, és minden állatfajra az a jellemző, hogy amíg az anya gondozza, addig mindenképpen együtt van a kis állat, hiszen erre volt már példa nálunk, más orrszarvú faj esetében, hiszen az országban egyedülálló módon mi 2 orrszarvú fajt is bemutatunk, az indiai orrszarvúnál láthattuk a kicsinek a világra jövetelét, a növekedését és a búcsú pillanatait is. Ez körülbelül 1,5-2 éves korban történik meg. Október 4-én az Állatok Világnapján az orrszarvú csapatot is megnézhetik a látogatók, ekkor ugyanis kedvezményes belépővel lehet bemenni a Nyíregyházi Állatparkba, ahol számos más érdekes program várja majd az érdeklődőket.